Bogáncsné Nagy Anita élete legnagyobb küzdelmét vívja már hosszú ideje. A fiatal családanyánál először mellrákot diagnosztizáltak, majd a betegség tovább terjedt a szervezetében, áttétek alakultak ki. Kemoterápiás kezelések sora, majd a legutóbbi sugárterápia után olyan mértékű izomsorvadást szenvedett, ami jelentősen megnehezítette számára a mindennapi rutin feladatokat is. Szüksége volt egy olyan gépre, aminek a használatával újra működésbe hozhatja a legyengült izomrendszerét. Csinál egy mérést az egész állapotodról, és a gép olyan okos gépnek hívjuk, mert minden okos, ami a te testtömeghez, a vizesedésedhez, az izmodhoz, a sorvadásodhoz csinál egy számítást, és minden nap háromszor elvégez egy dolgot itthon. Ez nem kell neked kimenni megint külföldre, nem kell elmenjél orvoshoz, nem kell menni sehova, hanem az megcsinálja. A beteg édesanyja csak elcsukló hangon tudott arról beszélni, hogy milyen jól esik neki, hogy az emberek összefogtak érte. Volt olyan szekszárdi fotós, aki egy képét árverezte el, hogy a befolyt összeggel segítse a családot. A szekszárdon van a Retkes Tamás, aki egy képet ajánlott föl nekem, licitre, és ott is 60 ezer forint jött össze, akkor már az is plusz volt, és megkaptam a képet is, amit a mai napon fogjunk fölrakni. A sok segítő szándékú ember összefogásának köszönhetően az izomstimuláló gép ára hamar összejött, rendszeres használata pedig remélhetőleg hamar hozzásegíti Anitát ahhoz, hogy a betegséget leküzdve újra teljes értékű életet élhessen.